folytatására. Bízunk benne, hogy a szezon sikerességében ez majd természetesen meg is fog látszódni. Tice sikerül jól közbelépni, és ezzel meg lehet indulni talán. Pico Martin a jobb oldalon, bent kevesen, túl sok fehérmezes veszi körbe, de jónak tűnik még ez a beadás. Érkezett a túloldalon Sárecki, azonban nem jutott labdához. Az eszékiek pedig egyszerű futballt játszva nagyon könnyedén vágják ki, de a második hullámban sikerül visszaszerezni a labdát. Pico, pontatlan a passz, Filip Zsipkovics hazakíséri, és Lapcsics szintén nem cifrázza egyébként Lapcsicstól a tegnapi nap folyamán a Vasas ellen is. Amikor már az eszék megszerezte a vezetést, akkor lehetett látni, hogy abszolút egyszerű és hatásos megoldásokra törekszik a kapus. Hogyha kellett, akkor az edzőközpontból is kirúgta a labdát, csak hogy az ellenfél ne tudjon támadást kezdeményezni. Bacsa Benyámin a védelem közepében, és teszi tovább a teljesen üresen lévő Szijjártóhoz. Bacsa kapja vissza. Lihi, Silimon, Sárecki visszapörgeti, ez azonban már pontatlan, és ebből akár kontrát is vezethet az eszék csapata. Meredeken jön be a labda, és a kapujából is érkezik Ferencsák Áron. Végül is az övé. Lihi, Molnár Áron. Ő is végignézte nem csak szerdán a két másik csapat találkozóját, hanem a diósgyőri labdarúgók többsége ott volt a többi mérkőzésen is. Ez pedig egy keresztbe ellőtt labda. Újabb eszéki helyzet, lehetőség a találkozó 10. percében. Akkor, amikor Dominik Babics találatával az NK Osijek 1-0-ra vezet a DVTK ellen a Rakacki Kupa első elődöntőjében. Ferencsák egyelőre nem tudja kinek kirúgni a labdát, aztán Vas lépne vissza, és Bacsa kapja. Pikót előzik meg. Bodnár is egy kicsit fáradtabban mozog most, már a harmadik mérkőzés a diósgyőri lábakban is. De hát ugyanezt elmondhatják az eszékiek is, akik az első napon nem léptek pályára, tehát ők játszottak szerdán, csütörtökön, játszanak ma is. Nyilván vagy döntőt, vagy kis döntőt holnap is. Mladenovic. Bosanovic. Bodnár támadja határozottan, aztán szabálytalanul sem tudja, aztán mégis meg tudja állítani Bodnár az eszékiek négyesét, Matko Bosanovicot. Mladenovic ismét. Skukán. Dominik Babics. És a betett labdára érkezik Bacsa Benyámin. És fel tud szabadítani. Egyelőre tehát eszéki fölénnyel, helyzetekkel és egy fejes góllal telik a mérkőzés itt Putnokon a kora délutáni órákban. És még egyszer szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a másik elődöntőt 18.30-tól ugyanerről a helyszínről ugyancsak élő streames közvetítéssel nézhetik majd meg a DVTK YouTube csatornáján a Vasas és a Slavia Praha találkozója. Után alakul majd ki a holnapi helyosztók végleges programja. Lihi Kristóf gurít közben, időközben haza Ferencsák Áron. Aztán Silimon kap egy hosszú indítás, Sárecki is visszalépne, de kettőjük közül az egyik horvát szerzi meg végül a labdát. Rendkívül magabiztosak és labdabiztosak egyelőre az eszékiek, akik hamar megszerezték a vezetést, azóta pedig még nyugodtabban futballozhatnak. Filip Zsipkovics. Egy jó indítás a bal oldalra, Lukadinovics még a vonal előtt megmenti, jól is teszi középre, a rövid oldalon azonban Bacsa Benyámin biztosított és
végül is róla megy ki a labda. Eszéki szöglet, baloldali szöglet következhet, a mérkőzés 13. percében járunk. Zsivkovics a labda mögött, a többiek pedig bent helyezkednek a 16-oson belül, átszáll a túloldalra, ott még össze tudja gyűjteni Lukadinovics. Molnár Árontól jó a blokk, aztán utána megpróbálja ő is megszerezni, majd megtartani a labdát. Tóth Zsombor övé még, és akkor ezt egy pontos indítással akár helyzetet is lehetett volna kialakítani. Így azonban Bodnár Tibornak nem sok esélye volt arra, hogy megszerezze a labdát, de talán egy pressinggel, egy letámadással zavarba lehet hozni a fehérmezeseket. Vas László teszi tovább, aki a Slavia Praha ellen a DVTK gólját szerezte. Pikó Martin jön a beadás középről, és akár ebből helyzet is lehet. Tóth Zsombor nem találta el a labdát. Molnár Áron veszi le és lövi vissza kapásból. Ez azonban már nem talál kaput. Az első életjel igazából támadás szempontjából a DVTK részéről, ez viszont mindenképpen biztató és kecsegtető támadás volt. A csapat harciasságát dicséri. Bodnár, Vas visszafejelte volna, de túlságosan magas ívben Bodnár irányába. Simon. Bodnár. Még mindig ő tovább teszi a jobb oldal irányába. Pikó Martin. Alacsony ívű volt a beadás, könnyedén kifejelik a horvátok. Aztán a hátsó régióból Bacsa Benyámin érkezik és fejeli el a labdát. És akár támadást is kezdeményezhet. Remek mélységi passz. Pikó, jön a beadás! Remek akció, még akkor is, hogyha bent Sárecki és Tóth Zsombor is lemaradt a labdáról. Aztán mindenki egy picit megnyugodott, de a labda nem hagyta el a játékteret. Most viszont már az eszékiek kontráznak belül a 16-oson, ez így abszolút helyzet lehet. Tovább megy a labda, visszajön és utána mellé lövi. Szergej Levák, többen is befejezhették volna a vendégek részéről ezt az akciót, végül is Levak lőtt, nem jól találta el. Ez volt a szerencsénk most. Előtte azonban két remek Diósgyőri támadást láthattunk. Túl az első negyed órán, tehát a félidő felén, a 16. percben Dominik Babics góljával az Eszék 1-0-ra vezet a DVTK ellen. Tóth Zsombor jól fedezi a labdát és remekül tartja meg, amíg érkeznek a társak. Előrefelé most nem tudott játszani, így Bacsát választja. Ez a keresztlabda jónak tűnik, meg lehet még menteni? Nem lehet. Az oldalvonal előtt. Silimon hiába ment utána. Folytatni kell ugyanezt az elszánt játékot. Az első néhány percben egy kicsit megilletődött volt a Diósgyőr. Aztán most már sikerül kijönni a horvátok szorításából. Nem egyszer, nem kétszer. Vas László nagyon bátran kapja vissza Pikótól. Molnár Áron mehet, folyhat tovább a labdát. Molnár most úgy dönt, hogy visszafelé játszik. Lihi megnyújtja Pikó irányába. Lukadinovics vele szembe. Molnár Áron egy kicsit megtorpant, és ezzel éppen annyi lendületet vesztett, hogy nem tudta elérni a labdát. Ott viszont Silimonnak kell figyelnie, aki Sáreckit egyből játékba tudja hozni. Sárecki. Jön a beadás.
és Kukán azonban kivágja. Ráadásul rápattan a labda Molnár Áron lábára, úgyhogy az eszékiek jöhetnek majd. Az első félidő 18. percében jóval kiegyenlítettebbé vált a játék. Többet kezdeményez most már a Diósgyőr, mint az eszék csapata. A vezetés azonban egyelőre a vendégeknél. Lihi. Pontatlan a passz. Bacsa. Másodszorra javít, felrúgja magasan a levegőbe. Sárecki veszi le. És az indítás Tóth Zsombor irányába jön ki a kapujából Lapcsics. Végül az övé, de nem sokon múlt, hogy sikerüljön Tóth Zsombornak elvinni ezt a labdát, és helyzetbe kerülni. Hát most már azt mondhatjuk, hogy voltak a horvátoknak lehetőségei, de a DVTK előtt is sikerült többször odaérni az eszék kapujához. Tejsz fennakad Bacsán, kiharcol egy szabadrúgást. Zsivkovics beíveli középre, és ebből kis hián gond adódott. Aztán az utolsó pillanatban sikerül kivágni a labdát. Szijjártótól egy kétségbeesett felszabadítás, ami nyilván pontatlan helyre ment, de átmenetileg a veszélyt sikerült elhárítani. Eszéki bedobás. Molnár. Visszahúzták a mezét, nem látta ezt most a játékvezető, aztán mégis szól a sípja. A DVTK számára egyébként majd az U16-os bajnokság az alapcsoportban augusztus utolsó hétvégéjén kezdődik, de igaz ez gyakorlatilag valamennyi korosztályos csapatra, a fiúkra és a lányokra is egyaránt, tehát most még a felkészülés időszakában vagyunk, így a DVTK akadémián is a Rakacki Kupa mérkőzései mellett rengeteg felkészülési találkozót játszanak. A szombati nap folyamán az U17, az U15, a 14, vasárnap a 13 és a 12 éves korosztály is pályára lép. Az ellenfelek között a MOL-Fehérvár, több csapat esetében az Újpest is megtalálható, úgyhogy nagy üzem van az utánpótlás szempontjából a diósgyőri fociban. Természetesen most ezen a héten az U16-os csapatra irányul a Rakacki Kupa miatt a legnagyobb figyelem. És a legnagyobb terhelés is ezzel a négy találkozóval, amit a csapat le tud játszani, így, hogy bejutott az elődöntőbe. Nagy mentés volt ezúttal Ferencsáktól. Egy kicsit, mintha aláfutott volna a labdának, de javítani tudott. Ez így lesz Tóth Zsombornak, Pikó Martin megpróbálta egyből kiugratni a játékos társát, csatártársát. De Tóth Zsombor lesen volt. Kilenc perc van hátra az első félidőből, akkor, amikor Dominik Babics góljával az NK Osiek, az eszéki csapat továbbra is 1-0-ra vezet a DVTK ellen az elődöntőben. De hát még nagyon sok van hátra. Sáreckinek kell ledolgoznia néhány méteres hátrányt, be is tudták mellette adni, de Ferencsák jól lépett ki a kapujából. Pikó. Őt is szorongatják, de Pikó egyelőre tartja a labdát, igaz? Jelentős mezőnyfölényben vannak az eszékiek. Pikó gyöntölné tovább, kiharcol egy bedobást. Azt hiszem, hogy ebben a szituációban, ebben a helyzetben ez volt a legtöbb, amit tehetett Pikó Martin. Szijjártó bedobása Tóth Zsombor felé. Egy kicsit pontatlan a labda átvétel, és ez elég, hogy elpattanjon tőle Molnár Áron. Vas szerzi vissza.
Szijjártó. Diósgyőri bedobás. Kádár László magyaráz, hogy megint egy vonalban a két játékos egymás előtt, hogy mélységben el kell tolódni, hogy meg lehessen játszani egymást. Szijjártó próbálja tartani a labdát, még bent van a vonalon belül, aztán összerúgják a bokáját. Az első félidő 23. percében tehát kecsegtető helyzetből Diósgyőri szabadrúgás következhet majd a jobb oldalról. Bodnár és Molnár Áron is ott van, Molnár végzi el végül a szabadrúgást, amit ki tudnak fejelni a horvátok. Sárecki szedi össze a kipattanót. Pikó Martin kerüli meg hátulról és kapja meg. Jön a beadás középre, ez még így jó lett, gól! Egyenlít a Diósgyőr Tóth Zsombor találatával. A horvátok is elkövetnek egy védelmi hibát, hiszen ott az 5,5-es környékén az egyik védő, hogyha jól láttam, akkor Dávid Kukán lyukat rúgott, így oda került a labda Tóth Zsombor elé, aki nem habozott egyből, a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. Ezzel tehát azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten sikerül a DVTK U16-os csapatának egyenlíteni az Eszék elleni elődöntőben. És már csak 6 perc van hátra az első félidőből, úgyhogy érdekesen alakul mindenképpen ez a mérkőzés. A horvátok megpróbáltak az elején kellő nyomást tenni a Diósgyőrre, ami gólformájában is megmutatkozott, sikerült is. Aztán ahogy mentünk bele a mérkőzésbe itt a félidő második felében, egyre inkább a DVTK akarata érvényesült, és ezt nagyon jó kimondani. Legyen bármi is ennek a mérkőzésnek a végeredménye. 1-1 az állás a 25. percben. Zsivlics érkezik. Ettől függetlenül továbbra is maximális koncentrációra lesz szükség, hiszen remek képességű, jó futballisták alkotják az eszéki csapatot. Jön a beadás középre, jön a fejes is, és be is pattan. Ferencsák egy kicsit megtorpant, és úgy érzem, hogy hozzá tudott érni a labdához, de a kapufára tudta csak segíteni, ahonnan bepattant. Hát nem sokáig volt döntetlen, egészen pontosan 1 percig a középkezdést követő támadásból ismételten vezetést szerez az eszéki csapat. Van még bőven idő, és a csapat bebizonyította, hogy képes egyenlíteni. Most ismét erre van szükség, akár itt az első félidő végén, akár a második 30 perc folyamán. Zsivkovics. Lukadinovics. Bosanovics teszi át a túloldalra. Tóth Zsombor zavarja és támadja a horvát védőket, ugyanezt megteszi Bodnár is. Valamint Pikó is szorongatta az ellenfelét, és sikerült is őket megzavarni. Jön a beadás Tóth Zsombor irányába. Visszafejelik az eszékiek, azonban kiválóan érkezett Szijjártó, és a lövés pillanatában ki tudja tenni bedobásra. Lukadinovics. Zsivkovics. Mladenovics. Sárecki szerzi meg levák elől a labdát, aztán meg is tudja tartani. Sárecki a bedobással egy pillanatra visszanézett, hogy mi lett a labdával. Még mehet. Sárecki teszi be középre.
jön a kapus, és Tóth Zsombor elő fel tudja szedni. De megint egy remek balszélen vezetett DVTK támadás után vagyunk. Lukadinovics Szijjártó szerzi meg. Vas László, ez neki elérhetetlen. Bacsa viszont javít és visszateszi az ellenfél tér felére. Ezzel lehet menni, Tóth Zsombor rajtol a labdára, betör a 16-oson belülre, Tóth Zsombor még. Visszateszi Bodnárnak lövése, Bodnár igazít, aztán odarúgnak neki, de még a 16-os vonala előtt remek távolságról és szögből jár szabadrúgás a Diós György csapatának, akkor, amikor már csak 2 perc van hátra az első félidő rendes játék idejéből, és az NKOC-ék csapata 2-1-re vezet a DVTK elleni elődöntőben. Ez viszont egy remek lehetőség az egyenlítésre. Lihi Kristóf a labda mögött. Ebben több volt, azt gondolom, mint ami lett belőle. Marad az 1-2. Viszont ezt a játékot kell folytatni a továbbiakban is, és akkor közel sincs még lefutva ez a találkozó. Lapcsics minden esetre most nem kapkodja el a kirúgást. És egy viszonylag hosszú fejpárba után hátra kerül a labda egészen Ferencsák Áronhoz. Kár ezért a két pontrúgásért, amire egyébként föl lehet készülni, hiszen az első gól egy jobboldali szabadrúgást követően született, a második pedig egy baloldali szöglet után, tehát olyan rögzített szituációs helyzetek, amit edzéseken is gyakorolnak a játékosok, most mégsem sikerült a veszélyt elhárítani. Letelik időközben az első fél óra, letelik tehát az első félidő rendes játék ideje. És nincs is tovább hosszabbítás. 2-1-re vezet tehát 30 perc játék után az Eszék csapata a Diósgyőr ellen. Jó mérkőzés, szoros mérkőzés, és bízunk benne, hogy van még fordulat. A második félidőben meglátjuk. Most jön a szünet, aztán természetesen innen folytatjuk.
Véget ért a szünet, itt vagyunk a folytatással, tehát 30 perc játék után az Eszék csapata 2-1-re vezet a Diósgyőr ellen az első DVTK Rakacki Kupa elődöntőjének, pontosabban első elődöntőjében egy fél időt követően. A Diósgyőrnek tehát menni kell, támadni kell, mert egészen biztos, hogy a csapat nagyon szeretné ezt a hazai rendezésű eseményt a DVTK stadionban befejezni, és a DVTK stadionban még egyetlen mérkőzést rendeznek. Szombaton 18 órától, ez pedig nem más, mint a döntő. Hát ehhez kellene ezt a mérkőzést 30 perc alatt megfordítani. Egyelőre tehát hátrányban a csapat, de Kádár László frissített is, hiszen van néhány játékos, például Macsó Máté vagy Bánka Len, aki érkezett a pályára, most viszont ott a baj, mert hogy rögtön itt a második fél idő elején megrúgja a harmadikat is az Eszék csapata. Dominik Babics használt ki egy védelmi hibát, aztán a 11-es pontról higgadtan gurított Ferencsák Áron kapujába. Ezzel tehát most már 3-1, és sajnos megint a fél idő elején kapott gólt a Diósgyőr. Jó lett volna itt egy kicsit stabilizálni a játékot. Aztán itt a második félidő második felében megpróbálni egyenlíteni. Hát ez most egy kicsit távolinak tűnik. Dominik Babicsnak egyébként ez már a második gólja volt ezen a mérkőzésen. Úgy néz ki, hogy ő rendkívül élesen tudja kezdeni a játék részeket, hiszen a negyedik percben is ő szerezte az Eszék vezető gólját, mint ahogy most a 32-ben a harmadikat is. Innentől kezdve, hogyha továbbra is a továbbjutásban gondolkodnak a srácok, már pedig miért ne tennék ezt, akkor azért kockázatot is kell vállalni. Azt tudtuk, hogy egy remek játékerőt képviselő ellenféllel találkozik a Diósgyőr, de oda lehet érni a kapujuk elé, ez a támadás is bizonyítja mindezt. Silimon Lóránt harcol ki egy szögletet, amelyet Bodnár Tibor végezhet el a bal oldalról a második félidő harmadik percében, 3-1-es eszéki vezetésnél. Újabb szöglet lesz, a vendégek reklamálnak, hogy Diósgyőri fejről pattant ki a labda, vagy csúszott ki. Ott volt az asszisztens, és közelről látta, Pikó Martin vívott meg sikeresen egy fejpárbajt. Előle mentettek a horvát védők. Most jöhet befelé a szöglet. A rövid oldalon könnyedén Szergej Levák, a második gól szerzője, szabadított föl. Zsivkovics üres területre rúgja a labdát, Lihi egyből visszateszi, Silimon harcosan visszaszerzi most a labdát, sikerül még bent tartani Bánka Lennek. Macsó, még ez is tovább megy, Bodnár, ez már lassan lövőhelyzet, Bodnár egy csellel menne tovább, Macsó még megpróbálta begyömöszölni a 16-oson belülre, amire igazából nem volt esély ebben a sűrű eszéki védelem közepette. Talán egy átlövéssel jobb lett volna kísérletezni. Megvan a labda. Vas pattant le most az emberéről, és ezzel kontrát vezethet a horvát együttes. Babics befűzi Lihit, Babics lő, keresztbe a hosszú oldalon hagyja el a labda a pályát. Marad az 1-3, és innentől kezdve azért az időt is figyelni kell, mert a horvátoknak egész biztos, hogy nem lesz sürgős.
Derényi Nándor egy kis megpróbáltatás után össze tudta szedni. Ő is a második félidőre érkezett a kapuba Ferencsák Áron helyett. Tehát ő már a harmadik kapus a DVTK csapatában, aki bemutatkozik a DVTK Rakacki kupán. Dojcsák Bence Ferencsák Áron után, tehát Derényi Nándor a kapuban. Bánkalen jó cselekkel megy tovább. Macsónak azonban nem sikerült pontosan átvenni, ez viszont egy remek indítás Babics felé. Babics odaér a 16-oson belülre, Bodnár Bence keményen odalép, és kiharcol egy szabad rúgást. Jön a biztatás a kispadról. Lihi. Széttárja a karjáit, nem tudja esetleg, hogy kinek passzoljon, aztán egy biztonsági megoldást választott Bodnár Bence irányába, ő pedig eladta a labdát, de talán ezzel most Bodnár megléphet a jobb oldalon. Bató. Könnyedén elválasztották most a labdától. A horvátok azonban, amint látni lehet, az egyszerű, biztonságos megoldásoktól sem riadnak vissza. Silimon a bedobással. Silimon még kis híján visszaszerezte, Lihi kerül a labda hátra, Bánkalen, Macsó. Ebből még lehet valami, Bodnár, körbejár a labda, egy mélységi indítás, amit még be lehet futni, Pikó, rosszra betett labda laposan. Kár érte, hogy az utolsó megoldásokban most ezekben a percekben rendre hiba csúszik. Ez ugyanis nagyon kellene ahhoz, hogy a DVTK izgalmassá tudja tenni esetleg a mérkőzés hajráját. Megint egy kényszerítő, ami egy picit hosszú, és ezért nem lehet elérni. Ez viszont egy jó indítás előre. Lihinek kell figyelni, akinek rápattan a visszacsel pillanatában a kezére a labda. De nem a megfelelő helyről végezték el az eszékiek, ezért visszarendeli a játékvezető. Zsivrics. Mladenovic. Mladenovic. Megpróbálják most a vendégjátékosok megbecsülni a labdát, egy kicsit kicsalogatni a Diós Győrt a saját tér feléről, most Bánkalen le is támad. Sikerült is egy pillanatra megzavarni Lapcsicsot. Ennek ellenére a horvátok jönnek majd bedobással. Ha minden így marad, akkor ugye a Diós Győr számára az első DVTK Rakacki kupa egy bronzmérkőzéssel zárulhat, amelyet szombaton délután az Akadémia pályáján játszanak majd le. Az ellenfél pedig nyilvánvalóan az esti másik elődöntő vesztese lesz. De hát bízunk még benne, hogy ebben a hátralévő bő 20 percben sikerül a csapatnak valamilyen nagy bravúrt végrehajtania. Skukan. Csavár. Bánkalen jól fedezte a labdát. Aztán ismét neki kell játékba avatkoznia. Silimon. Lihi. És lent marad az eszéki játékos. Dominik Babics. Thank you.
Kádár László pedig biztatja a csapatot, hogy a hátrány ellenére nincs semmi baj, nem kell feladni, hiszen azért azt ne feledjük el, hogy itt a torna kapcsán, még hogyha a diósgyőri játékosok nagyon szeretnének is bizonyítani, ez egy felkészülési állomás a csapat számára. Igazából számukra a fontos mérkőzések augusztus végétől kezdődnek. Egy nagyon jó bedobás Batónak, aki betör a 16-oson belülre. A visszacsel pillanatában azonban oda a lehetőség. Talán jobb lett volna első szándékkal célba venni a kaput. Silimon, 11. perc a második félidőben. Bodnár. Lepattan róla Babics. Levák. Babics ismét. Három diósgyőri kíséri, megpróbálják a védelem mögé beívelni a labdát. Ez azonban most nem jött össze. Derényi a végállomás. Hosszú indítás, de pontatlan. Bodnár azonban lendületből mehet, és ki is harcol. Egy szabad rúgást, ami azért távol van az eszéki kaputól, de a 16-oson belülre fel lehet ívelni. Jó lehetőséget kínálhat akár. Bodnár azonban hátragurít Lihihez. Jön a beadás középre. Matko Bosanovic passzolja ki szögletre. A DVTK-nak nyilván sürgős, ezért már is ott van Macsó Máté, hogy elvégezze a sarokrúgást. Mert a két gólos hátrány továbbra is megvan, az idő pedig fogy. A piros mezes hazai csapat elől Bánkalán. Nem találja el jól a labdát, de akár meg lehet ismételten játszani. Beszorul most az eszék. Bánkalán nem tudta átvenni, így Lapcsicshoz kerül a játékszer. Vaslászló csúszott be és mentett a fehér mezesek elől. Bánk támadja az eszéki védelmet, Skukan azonban jóval magasabb, és elfejelte. Derényi megmozdulása után hűlt meg itt az ereinkben a vér egy pillanatra, de aztán másodszorra javítani tudott a DVTK kapusa. Bánkalán kihámozza a labdát, Macsó pedig kis hián összeszedi, aztán ott volt. Boros Bence is kisegítette a játékos társakat. Na, meg kellene ezt a bűnegyed órát egy kicsit hajtani. Hát, ha egy gyors góllal nyíltán lehetne tenni a mérkőzés utolsó néhány percét. Silimon kéri el a labdát, többieknek pedig mondja, hogy menjenek föl. Az eszékiek pedig változtatnak, cserélnek egyébként a torna szabályai szerint, erre a vezetőedzőknek korlátlan lehetőségük van, tehát akár oda-vissza is cserélhetnek játékosokat. Milos Jovivics lép pályára 19-essel, Luka Resetár pedig 17-essel érkezik, lejön a pályáról Domagoj Csavar, aki kettes számú mezben játszott eddig. Valamint Luka Lukadinovicsnak is véget ért a mai elődöntő 3-1-es eszéki vezetésnél. A második félidő 15. percében járunk. A mérkőzés utolsó negyed órája és utolsó negyede kezdődik ezzel együtt. Silimon kérni el a labdát itt a bal oldalon, teljesen üresen. Le is tudja venni, és egy megkerülős csellel próbálna tovább menni. Két horvát összefut, mehet tovább a meccs.
az egyik eszéki. Svirzic lent marad a földön, de nincs szüksége ápolásra. Silimon. A Diós György természetesen, ahogy ilyenkor illik, visszaadja a labdát. Bodnár. Kis területen sikerül megoldani és megtartani a labdát ezzel a bedobással. Pikónak ugyanez azonban már nem jön össze. Lihi, sok most a hiba, kevés a pontos passz mind a két oldalon. A horvátokat ez azért annyira nem zavarja, hiszen 3-1-re vezetnek, jobban állnak itt az elődöntőben. Lesről lépett vissza Marko Thijs, aki szövegelésért még kap is egy sárga lapot. Filip Zsivkovic volt az, aki figyelmeztetésben részesült egyébként. Ezzel mehet Bánkalen a bal oldalon, megy is. Hosszan tolja meg, de talán még be lehet adni. Nem tudja a vonal előtt bent tartani a labdát. 17. perc a második félidőben. A mérkőzésen egyébként vissza utalva a sárga lapra, ez volt az első ilyen jellegű figyelmeztetés Filip Zsivkovic sárgája a DVTK-ből a szempontból. Jól áll természetesen. Lapcsics néhány másodpercet lopott az időből. Ők is azért elképzelhető, hogy figyelnek a terhelésre, és egy kicsit már előre tekintenek a holnapi záró fellépésre. Ez most egy gólhelyzet volt. Szerencsére rosszul találta el Dominik Babics a labdát, de Babicsra azért jó lenne nagyobb figyelmet fordítani a DVTK védőinek, mert lőtt már két gólt ezen a mai mérkőzésen. Nem lenne szerencsés, hogyha egy harmadikat is összehozna, vagy valaki másnak összehoznánk itt a mérkőzés hajrájához közeledve. Marko Thijs volt, aki oda keveredett. Macsó, most már sokkal jobban szeretjük látni azt, hogyha a DVTK támad, és a DVTK alakít ki helyzeteket. Lihi, Bánk, Macsó, Bodnár, jelentős magasság és súlybéli hátrányban az ellenfélhez képest. Vas László. Ennek ellenére az ő nevéhez fűződik érdekességképp az első DVTK-s találat a Rakacki kupán, hiszen a Szlávia elleni mérkőzés 32. percében ő volt az, aki itt a Putnoki Váradi Béla stadionban betalált a csehek kapujába. Aztán Bodnár Tibor lőtte a második gólt ezen a mérkőzésen. És bő 10 perce van a csapatnak arra, hogy valamit még szépítsen ezen az eredményen. Jelen pillanatban ugyanis 3-1-es vezetésével az eszéki csapat érezheti magát ott a döntőben. Lihi. Bodnár, szabad a labda, és egyből indulnak a vendégek. Megint Babics próbál veszélyeztetni. Bodnár elveszíti a labdát, Bodnár Bence. Babics beteszik középre, és ez volt a negyedik eszéki gól történet. Egy kis fáradtságot azért most már érzek a diósgyőri játékosokon. Marko Thijs a negyedik
gól szerzője. Ezzel azt gondolom, hogy a nyitott kérdések eldőltek már, ami a döntővel és a helyosztóval kapcsolatban felmerültek a mérkőzés előtt. Holnap a DVTK a bronzmérkőzésen, a kis döntőben léphet majd pályára. Az eszékiek pedig az este 6 órakor kezdődő fináléra készülhetnek, hiszen 3 gólos hátrányból 10 perc alatt nem érzem, hogy lenne visszaút a csapatban. Nyilván a játékosok csalódásként élik meg ezt az eredményt, de hát ez a torna arra is nagyon jó lehetőséget kínált, nem csak a diósgyőrieknek, hanem a Vasasnak, a Puskásnak, a többi magyar csapatnak, hogy a más futball kultúrából, más országból érkező ellenfelek játék stílusát, játék rendszerét is megismerjék, keménységet, agilitást tanuljanak, ami egyébként ebben az eszéki csapatban egyértelműen megvan. Silimon becsülettel küzd, harcol a Diósgyőr, egyébként Silimon próbálta volna egy kicsit lopni a távolságot a bedobásnál, és olyannyira nem tudja elvégezni, hogy hármas csere következik az NK-osiek csapatában. Noel Gyurkovics, Karlo Donkovics és Josip Abramovics lép pályára az utolsó 8 percre. A horvátok is néhány kulcsemberüket pihentetnek, gondolva a holnapi napra, hiszen ők már a hétfői napon, amikor megérkeztek, illetve a keddi sajtótájékoztatón is elmondták, hogy nagyon szeretnék megnyerni ezt az eseményt, ezt a kupát, amelyet ugye a DVTK hagyományteremtő szándékkal indított el ebben az esztendőben. Még annak ellenére is, hogy az eszékiektől több kulcsjátékos távozott más horvát egyesülethez, illetve ketten Franciaországba mentek ebből a korosztályból. Úgyhogy gondoljunk bele, hogy milyen erőt képviselnének akkor, hogyha még ők is itt lettek volna ezen a néhány napon Miskolcon, illetve Putnokon. Így is remek csapatuk van az eszékieknek. Macsó! De remek csapata van a Diósgyőrnek is, hiszen a csapat bejutott az elődöntőbe, és itt ugyanúgy néz ki, hogy alul marad a horvátokkal szemben, de lehet készülni a holnapi bronzmérkőzésre, amelyet majd az akadémián fognak lebonyolítani. Egyébként a szombati program úgy alakul, hogy 13:30-tól a két harmadik helyezett csoport harmadikok, tehát a Puskás Akadémia és a Kassa játszik egymással. 15:30-tól a DVTK és az esti elődöntő vesztese a bronzmérkőzésen, és este 18:00-tól a Diósgyőri stadionban pedig a döntőt bonyolítják majd le, közvetlen utána pedig az eredményhirdetéssel zárul az első DVTK Rakacki Kupa, amelynek egész biztos, hogy lesz folytatása, hiszen a DVTK Labdarúgó Sportakadémia eltökélt szándéka a hagyományápolás és ezzel a tornával a hagyomány teremtés is, amellyel a klub igyekszik méltó emléket állítani Rakacki Bence egykori saját nevelésű kapusunknak, és egy nagy védés időközben, ami Derényi nevéhez fűződik, kitolta, fölpattant volna egyébként a bal felső sarokba. Figyelni kell, hogy azért itt már a hajrában ne legyen nagyobb a különbség a két csapat között. Még jön az eszékiek részéről egy jobboldali sarokrúgás. 4-1-es vendégvezetésnél. Babics kezdte a gólok gyártását a 4. percben, aztán Tóth Zsombor ezt ki tudta egyenlíteni, most pedig el kell onnan takarítani a labdát, de nagyon gyorsan. Még mindig nem sikerült, mert visszafejelik, és az 5-es sarkáról jön a lövés. Na most van meg végül a labda.
Szóval Babics révén szerzett vezetést az eszék a 4. percben Tóth Zsombor, a 25. ezt ki tudta egyenlíteni. Majd rá egy percre Levák visszavette az előnyt az Osiek csapatának, és ami érzésem szerint eldöntötte ezt a mérkőzést, az nem a 2. gól volt, hanem a 3., amit a 2. félidő elején Babics szerzett. A 4. Teisz találata az már csak ráadás volt itt a 2. játék részben. Megint jön a csere, megint jön a változtatás horvát részről, de ezt a támadást még mindenképpen meg kell várni. Pikó ügyesen szerzi meg a labdát. Jól gurít vissza Macsónak, és jön a lövés. Lapcsics a végállomás. Macsó Máté kaput eltalált lövését láthattuk, tehát aki határozottan és keményen megpróbál letámadni, még most is a találkozó végéhez közeledve. A horvátok azonban kihozzák a labdát, és a jobb oldalon megindulnak, újabb támadást vezetnek, és nagy kedvel futballoznak természetesen, jelentős előnyük birtokában. Ez les volt így, érzésem szerint, de mehet tovább a mérkőzés, és ezzel Bodnár Tibor mehet. Bodnár még kapott egy rúgást, így nem juthatott el az átadás Bánkalenhez, ezzel viszont mehetnek a horvátok. Zsivkovics Lihi szabálytalanul sem tudja megállítani, Zsivkovics még mindig át a túloldalra, egy ollózós mozdulat, aztán kapásból már nem találnak a vendégek kaput. Most jöhet a csere, 3 perccel a rendes játékidő vége előtt ismét 3-at változtatnak a horvátok. Jakob Ivancsán érkezik, Gabriel Livics és Fran Ivacsi is a pályára lép a DVTK elleni elődöntőben, valamint kapust is cserélnek az eszékiek. Dominik Damjanovics az utolsó néhány percben Rikító narancsmezében foglalja el a helyét az eszéki kapu előterében. 1-4-es állás továbbra is, 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből. Lihi. Silimon. Silimon. Bodnár Bence. Bodnár Tibor. Jól fordul és lendületet vesz ezzel. Aztán remekül dobja ki Bánkalen irányába a labdát, de hosszú sajnos ez az átadás. Kádár László arra biztatja a játékosokat, hogy maradjanak fent, maradjanak ott. Hát ha meg lehet a horvátokat zavarni. Damjanovics magasan rúgja fel. Lihi fejeli el, egy pillanatra egyik játékos sem tudta, hogy hol a labda. Aztán Bánkalen kap egy magas átadást. Bánk ismét. Silimon mellett elpasszolják a labdát, és még egy eszéki kontra beleférhet, de Vas nagyszerűen számolta ki, hogy mi a szándéka Zsvirlicsnek. Ezzel viszont mehetnek Ivancsán. Gyurkovics. Sikerül előre eltakarítani a labdát. Megkezdődött időközben az első elődöntő, utolsó perce a rendes játékidőben. DVTK NK Osiek 1-4, tehát a szünetben 2-1-re vezettek egyébként az eszékiek. Egy elég érdekes bedobást láthattunk még itt a mérkőzés végén. Jovicsics-től, aki bűvöli a labdát két Diósgyőri között, aztán addig bűvöli, amíg ki nem gurul az az oldalvonalon túlra. Silimon érthető, hogy elfáradtak a játékosok itt az elmúlt 3 napban a csoportmérkőzéseken is jó színvonalú pörgős mérkőzéseket játszottak a csapatok. A Kassa elleni 0-0 és a Szlávia elleni 1-1 is keményen megdolgoztatta a játékosokat, mint ahogy ez a mérkőzés is.
a vereség ellenére abszolút elérte a célját, hiszen voltak szép dolgok, jó megmozdulások, gólt is tudott szerezni a DVTK, úgyhogy abszolút nem lehet okunk a panaszra ilyen szempontból. Természetesen a hibákat egész biztos, hogy látják a szakvezetők, látja a szakmai stáb, és hogy mely területeken kell a bajnoki rajtra javulni, fejlődni az előttünk álló két hétben, és egész biztos, hogy a hétközi edzéseken ezt meg is fogják tenni, hiszen ennek a korosztálynak az a legfőbb célja, hogy az alapcsoportból a kiemelt osztályba vissza tudjon kerülni minél hamarabb, lehetőleg ebben az esztendőben. Időközben letelt a második félidőben a 30 perc, Szoboszlai játékvezető az óráját nézi, de egyelőre még engedi a játékot, de csak eddig itt a mérkőzés vége. Az első DVTK Rakacki kupa első elődöntőjét, tehát az eszéki csapat, az NK Osiek nyeri meg 4-1-re a DVTK ellen. Így tehát eldőlt, hogy a Diósgyőr holnap a bronzmérkőzésen léphet majd pályára, az eszékiek pedig várják, hogy ki lesz az ellenfelük majd a fináléban. A másik elődöntőt ugyancsak nyomon követhetik itt a DVTK YouTube csatornáján, élő stream formájában. Fél héttől a Vasas és a Slavia Praha U16-os csapata játszik, ugyancsak itt Putnokon. Tartsanak akkor is velünk, most köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Láthatják már, meg tétje szintén a döntőbe való kerülés. A DVTK U16-os csapata számára természetesen lesz még majd egy mérkőzés holnap a helyosztók során, amikor is majd a dobogó legalsó fokáért szállhat majd harcba. A DVTK együttese a leendő ellenfelével, ami majd 18.30-kor fog eldőlni. Ennek a mérkőzésnek a helyszíne Miskolcon lesz majd a DVTK edzőközpontjában, melynek időpontja, tehát holnap 15 óra 30 perc. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!